Október 27-én a Múzeumok őszi fesztiválja keretében Szuromi Rita újságíró, helytörténeti kutató volt a füredi honismereti műhely vendége a Kispál Múzeumban. A kutató egy napjainkban igen érdekes témát választott, kivándorlás a 20. század első évtizedeiben Heves és Jász-Nagykunszolnok megyéből. Az előadás után a jelenlévők saját véleményüket tették hozzá az elhangzottakhoz. A füredi honismereti műhely vendégeit dr. Vadász István, a múzeum igazgatója köszöntötte, majd átadta a szót az előadónak. Szuromi Rita egy figyelemfelhívó alcímet is adott az előadásnak. Fenyegető nemzeti katasztrófa, vagy csupán vagyonszerzési mozgalom volt-e a 20. század első évtizedében lezajlott kivándorlás? Az előadó a közelmúlt egyik személyes emlékét is megosztotta a hallgatósággal. Egy hevesi középiskola 5 éves érettségi találkozóján az egykori osztály fele volt csak jelen, mert a másik 50% külföldön vállalt munkát. A Központi Statisztikai Hivatalnak nincsenek adatai arról, hányan dolgoznak külföldön, csak becslések vannak, mondta Szuromi Rita. Ennek ellenére a sajtóban rendszeresen lehet erről adatokat olvasni. Maga a migráció, az elvándorlás folyamatosan jelen van az emberiség történetében, természetes jelenségnek tekinthető, problémát akkor okoz, ha gazdasági vagy demográfiai következményei is vannak. Szuromi Rita részletesen bemutatta az 1860-as években lezajló folyamatot, amikor az egykori jobbágyok egy-két kataszteri földhöz jutottak, ami semmire sem volt elég. Ezeket a földeket a tulajdonosok eladogatták, s voltak, akik megvásárolták. A térségben így nagy birtokok jöttek létre, és jellemző volt az egyházi birtokok túlsúlya. Az egyházi birtokokat nem lehetett darabolni, sem eladni. Ezek az okok vezettek oda, hogy Heves és Szolnok megyében földhiány alakult ki, nem volt megélhetése a szegény földműves családoknak, ugyanakkor nőtt az élettartam. A kivándorlás két térséget érintett jelentősen, a Mátra és Heves térségét. Véletlen egybeesés, hogy az olasz hajózási társaságok ekkor fedezik fel Magyarországot, és óriási reklámmal csábítják az embereket arra, hogy induljanak el Amerikába. A kivándorlók életkori összetétele demográfiai katasztrófát is okozhatott volna, hiszen az aktív felnőtt nemzőképes férfiak mentek el, akiknek már itthon nem születtek gyermekei. A kivándorlás ebben a térségben 1901 és 1906 között robbanásszerű tendenciát mutatott, például a tiszafüredi járásból 1903-ban 17, 1904-ben 101, 1905-ben 507, 1906-ban 462, 1908-ban 239 és 1909-ben 242 személy vándorolt ki. A vármegyék vezetői látták a kivándorlásból eredő veszélyeket, végül mégsem ők, hanem az amerikai gazdasági válság állította meg ezt a folyamatot. 1907-től évről évre csökken az elvándorlás. Újabb veszélyt jelent az országra nézve, hogy az Amerikában élők a nőket, a családot is kiviszik, ez már tartós kitelepedést jelent. Az 1920-as KSH adatok szerint 600 ezer embert veszített el az ország ekkor véglegesen. A kivándorlók egy része hazatért. A tiszafüredi járásból 1372 fő járt Amerikában, ebből 599 visszatért. Ezek az emberek jelentős tudással gyarapodtak, megtanultak írni, olvasni, megismerték az új technikát, a különböző gépeket, a munkás szerveződések formáit. Ezt a kivándorlást követte az első és a második világháború vesztesége, az 1956-os emigráció, és ennek már vannak demográfiai következményei. Szuromi Rita az előadás végén említett olyan településeket, ahol emlékek találhatók az amerikai magyarok adományaiból, például Kömlőn és Tiszaörvényen. Az előadás után a jelenlévők mondták el saját véleményüket, tapasztalataikat ebben a témában.